Tehát a bevezetőnkben már elhangzott, hogy a ma esti vendégünk Cukor Zoltán háromszoros olimpikon versenyes távgyalogló lesz. Szia Zoli, köszöntünk a köreinkbe. Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítasz ránk. Tudjuk, hogy éppen egy komoly felkészülésben vagy. Természetesen majd erről is fogunk kérdezni. Azonban először néhány mondatban bemutatkoznál nekünk, Zoli. Lehet, hogy a hallgatók között vannak olyanok, akik nem feltétlenül ismernek még, tehát elsősorban azokra a kérdésekre gondolok, hogy mióta sportolsz, illetve néhány szóban esetleg a Szolnál a múltbéli eredményeidről, ugye többször sikerült képviselned Magyarországot olimpiákon is, és akkor a beszélgetést innen folytatjuk majd. Szia Vilmos! Először is mindenkit az üdvözlök és jó estét kívánok mindenkinek. Hát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 40 éves sportolok, egész fiatalon 12 évesen kezdtem el sportolni, már akkor is gyalogoltam. És hát ahogy jöttek az évek, úgy természetesen a kilométerek is nőttek, mert ez a gyaloglás az arról nevezetes, hogy ahogy öregszünk, egyre több kilométert kell menni. Úgyhogy ahogy már a 20 éves kort betöltöttem, akkor már 50 kilométeres gyaloglóként debütáltam, és hát utána folyamatosan indultam gyalogóversenyeken, tulajdonképpen 55-szörös válogatott vagyok, kétszeres csúcstartó, ahogy itt ki is van írva, látom, hogy háromszoros olimpikon, 2000-re voltam Sydney-ben, 2004-ben Athénban és 2008-ban voltam Pekingben. Aztán jött egy váltás, 2000 környékén megpróbáltam ilyen hosszú távú versenyeken indulni, ami azt jelenti, ilyen extrém hosszúkra kell gondolni, 24 órás versenyeken, 28 órás versenyeken és 100 kilométeres versenyeken, ami tulajdonképpen elég jól sikerült, igaz, hogy megvolt a tanulópénz, de utána azt lehet mondani, hogy jöttek az eredmények. Háromszor nyertem 24 órás verseny, 100 kilométeren háromszor voltam első, a legszínvonalasabb versenyen, világranglistát vezettem 100 kilométeren. Úgyhogy csak dióhéjban ennyit, nem akarom itt magamat fényezni, meg itt a pedigrémet itt hosszasan emlegetni. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy 52 évesen még ugyanúgy sportolok. Hát ez talán annak is köszönhető, hogy szerencsés vagyok, hogy olyan sérülések nem értek el, és annak is köszönhető természetesen, hogy közel egy éve fogyasztom ezt az asát, és nagyon pozitív, hogy mondjam, nagyon pozitív hatással van rám. Végül is most már tényleg azt lehet mondani, hogy egy év folyamatos fogyasztás után már úgy kiismertem a dolgokat, hogyan kell fogyasztani, hogyan kell frissíteni vele, milyen mennyiséget kell bevinni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy most már ilyen kis apróságokban is már képen. Értem, nagyszerű eredmény. Mit is lehetne erre mondani, Zoli, ezek elképesztő eredmények, és csak is gratulálni tudunk hozzá. Maradjunk még egy kicsit az eredményeknél, és tulajdonképpen mi azért már többször beszélgettünk egymással, és tudom, Zoli, tőled, hogy a sportágad tulajdonképpen nem annyira népszerű Magyarországon, mint mondjuk a futás, és éppen ezért a felkészüléseidet illetően sokszor úgymond nehezebb helyzetben is vagy, hiszen nem rendeznek gyaloglóversenyt nagyon Magyarországon, ezért sokszor futóversenyeken kell megtenned a távokat gyalogolva, tehát tulajdonképpen futóversenyeken készített fel magad. Említetted egyszer, hogy volt a Balaton Maraton, ahol szintén indultál, és tudom, hogy egészen elképesztő eredményeket értél el ott a futók között. Erről pár szót tudnál mondani, Zoli? Igen, tulajdonképpen ez is egy 212 kilométeres, hát körbe a Balaton ennyit jelent, és Tihanyból volt a rajta, ott volt a cél, és azt lehet mondani, hogy ezek profi futók voltak, profi ultra futók, mint ahogy én ultra gyalogónak is neveznek minket a hosszú táv miatt, és tulajdonképpen ott negyedik lettem a közel 100-120 induló közül. Na most ez is azért megadta a kellő lökefet, hogy akkor ezt próbálgassam. Természetesen azért a futók között nem, hogy mondjam, nem nagyon szerettek engem ezért, de én azt gondolom, hogy ez a sporttal jár. Hát futók közt negyedik helyezés, Zoli, ez mindenképpen kimagasló eredménynek számít, én úgy gondolom. Tudjuk, hogy jelenleg a sportágad egyik legnagyobb versenyére készülsz. Mondanál nekünk erről néhány szót? Tulajdonképpen arra gondolok, hogy sikerült-e már ezen a versenyen szerepelned, illetve milyen helyezéseket értél el, valamint mekkora távokat kell megtenni ezen a versenyen? Hát most, ami a
közeli jövőben lesz, ez azt jelenti, hogy jövő hétvégén lesz egy 24 órás verseny, Château-Thierry-ben lesz. Ezt már egyszer, azt hiszem 2010-ben sikerült megnyernem. Azóta nem indultam ezen a versenyen, úgyhogy azért nagy reményekkel indulok neki. Annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy most jó állapotban tudtam hozni magam, és azt még tudni kell erről a pályáról, hogy ez a legnehezebb pálya. Úgyhogy azt kell elképzelni, hogy egy 3200 méteres körön kell gyalogolni ezt a 24 órás versenyt, és ezen a körön belül van egy közel ilyen 6-700 méteres emelkedő, ami olyan 11-12%-ot jelent. Úgyhogy ezen azért fölbaktatni ennél 50-60-szor azért nagyon nehéz. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez talán a legfingatósabb verseny, amin lehet így indulni. És ez jelenti a kvalifikációt arra a versenyre, amit említettél is, ez a világ leghosszabb verseny, ez 440 kilométeres gyaloglást jelent, és ez Franciaországban egy 20-as évektől már folyamatában van, hát persze a világháborúkat leszámítva, és hát hogy mondjam, kicsit lehet hasonlítani a Tour de France-ra, hogy körülbelül olyan népszerűségnek körben nagyon sokan szoktak szurkolni. Én indultam már kétszer, de nem mindig voltak meg azok a lehetőségek, amivel ezt tudtam volna teljesíteni, nem akarok bemenni, de lakókocsi, meg ilyen problémák, úgyhogy úgy néz ki, hogy idén ez rendeződik, és hogy nagy elánnal ugrok neki, úgyhogy szeretném teljesíteni ezt a távot is. Úgy gondolom, hogyha teljesítem, akkor olyan túl rossz helyen nem is. És ez hol lesz helyileg, Zoli, ez a júniusi verseny? Párizsból indul, ez a Párizs-Kolmár elnevezési verseny, és Párizsból indul, és Kolmárban van a cél, és ez az a 440 kilométer. Zoli, én azt gondolom, hogy az egész csapatunk nevében megígérhetem, hogy mi nagyon-nagyon fogunk drukkolni abban, hogy megfelelő helyezéseket, jó helyezéseket tudjál elérni ezeken a versenyeken. Beszéljünk most egy kicsit az ASEA-ról. Tulajdonképpen azt már elmondtad, hogy mióta fogyasztod, ugye azt mondtad, hogy nagyjából egy éve fogyasztod most már az ASEA-t. Most köztudott, hogy a sportolók előszeretettel fogyasztanak különböző táplálékkiegészítőket, hiszen minden legális lehetőséget megragadnak ugye arra, hogy fokozzák a teljesítményüket. Tehát tulajdonképpen a táplálék kiegészítőkben a profi sportolók elsősorban a teljesítményfokozást, illetve azok lehetőségeit keresik. Tehát te is jól ismered ugye a táplálék kiegészítőket, fogyasztottad, és biztos vagyok benne, hogy fogyasztod is őket jelenleg is. Tudnál mondani esetleg olyan különbséget, amit az általad ismert, illetve fogyasztott táplálékkiegészítők nem, azonban az ASEA fogyasztásától tapasztalsz. Akár a sportteljesítményben, akár a mindennapi élet szintjén. Tudnál mondani ilyen dolgot vagy dolgokat? Hát először is ki szeretném emelni, amit itt az előadásodban is mondtál, itt a két embert és az almával kapcsolatban, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy maga a termék abban is szenzációs, hogy amit beviszek, amit említettél, táplálék kiegészítőket, annak a felszívódása és a hasznosulása sokkal jobb. Ezáltal nyilvánvaló, most itt gondolok én alapvető dolgokra, hogy a kálcium, a magnézium és a különféle vitaminoknak a felszívódása is sokkal jobb. Úgyhogy nincsenek olyan problémák, hogy görcsölne a lábam, vagy szóval ezeket rendbe tudja tenni. De amit kérdezi, hogy az ASEA esetleg mi az, amit pluszba tudott adni, én úgy gondolom, hogy az a pozitív érzés, amikor az ember már nagyon el van fáradva, és ilyen fáradás, és hát az mondjuk egy 100-150 kilométer, vagy 120 kilométer után az ember azért érzi, hogy már mindenre fáj, az ízülete az izmai. Úgyhogy ezeket a dolgokat szépen tudja tompítani, én úgy gondolom, tehát ennél az 50 kilométernél ezt éreztem. És a másik az, hogy amikor nagyobb dózisban edzés előtt szoktam ezt fogyasztani, és most már frissítésként tehát közben is, azt vettem észre, hogy a fáradásomat jóval ki tudtam tolni, és nem tudtam úgy elfáradni, mint ez idáig, úgyhogy szinte összeesési. Úgyhogy amikor beérkeztem, akkor viszonylag fitként nem rostam meg, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az elkövetkező napokban, amikor túl voltam a versenyen, akkor ahogy említetted, a regenerálódás szempontjából is jobb volt, mert sokkal hamarabb tudtam regenerálódni. Néhány szót tudnál mondani nekünk, Zoli, arról, hogy milyen adagolásban fogyasztod az ASEA-t, ugye
Az élvonalbeli sportolóknál az adagolás azért eltérő lehet azoktól, akik ugye elsősorban az általános egészségmegőrzésre törekednek, és ezért fogyasztják az ASZEA-t. Ugye a sportolóknál teljesítményfokozásról van szó, tehát itt az adagolás azért emelt lehet, illetve emelt szokott lenni. Milyen adagban, milyen időközönként, edzés előtt, után, közben, hogyan fogyasztod az ASZEA-t, Zoli? Én egy ilyen másfél gépet itt szoktam edzés előtt meginni, és utána szoktam egy ilyen nagyobb korcsot, az azt jelenti, hogy ilyen egy deci, másfél deci szoktam én utána. És akkor azt lehet mondani, hogy ezek általában egy ilyen 2 óra fölötti edzéseknek edzések előtt, és akkor ezek kicsit tempós könnyű edzéseknél, ezt jóval kevesebbet szoktam. Ami lényeges, ami tényleg építő jellegű munka, az előtt egy nagyobb dózist, és az ilyen kisebb, ilyen ticsi-töcsi az előtt egy dóla esetben. Zárásként engedjél meg még egy utolsó kérdést. Mit mondanál egy sporttársadnak, aki feltételezzük, hogy nem a riválisod, jó? Tehát mit mondanál egy sporttársadnak, aki nem a riválisod, hogy miért érdemes fogyasztani az ASZEA-t? Tehát összegezve, hogyha összegzed magadba az ASZEA tulajdonságait, és azokat a dolgokat, amiket tapasztalsz az ASZEA fogyasztásától, akkor összegezve röviden, hogyan ajánlanád egy sporttársadnak az ASZEA-t? Mit mondanál neki róla? Én úgy gondolom, hogy minden versenynél az edzések nagyon lényegesek, hogy az ember úgy építse fel az edzéseit, hogy tényleg a csúcsra jusson, egy csúcsállapotba kerüljön a versenyre. Ezzel a termékkel én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebben el lehet ezt érni, mert amit említettünk is, hogy a regeneráció, hogy a megtett kemény edzések után azt az ember fogyasza, egyrészt hatékonyan tudja megcsinálni azt a munkát, utána hatékonyan tud regenerálódni, és így folyamatában hogy sokkal könnyebben föl tudja ezeket a dolgokat építeni, és még azt mondanám, hogy talán kevesebb a rizikója annak, hogy az ember túledzett legyen, és nyilvánvaló sérült legyen, mert nem tud olyan állapotba kerülni, hogy esetleg olyan komolyabb sérülés elérjen. Én eddig tavaly is elég komoly sérüléssel küzdöttem, és amióta most tényleg erre a komolyabb versenyre készülök, és azért elég keményen, azóta semmilyen sérülésem nem volt, és én úgy gondolom talán, illetve én úgy gondolom, hogy tényleg ez is lehet az egyik oka, hogy ezt az ember folyamatosan használja is vissza. Tehát akkor tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk az ASZEA-ról, ha jól értem, hogy a tulajdonságai miatt egy sportoló tulajdonképpen könnyedebben többet tud teljesíteni. Így van, így van. Hát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy vonzó kombinációnak tekinthető. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést neked. Sok sikert kívánunk a március végi versenyhez, illetve kvalifikációhoz. Természetesen a jövőbeni versenyeidet nyomon fogjuk követni, és beszámolunk róla. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Biztos vagyok benne, hogy ez nem az utolsó alkalom volt. Úgyhogy további szép estét neked is, Zoli, és mindenki másnak. Sziasztok!